Milyen elvárásaid voltak, amikor megérkeztél ide? Mire számítottál, mi lesz itt? Igazából nem voltak elvárásaim, nagyon kíváncsi voltam. Minden álmomat felülmúlta. Most kellett szakmát választanom magamnak, és a kertészmérnöki szakot választottam. Egy kis kertet építettem ki magamnak otthon is, és azóta is szívesen foglalkozok ezzel. Egy olyan környezetbe csöppentem, amit én is szeretnék felépíteni a későbbiekben, és ezért nagyon jó élmény nekem most itt lenni. Ugye kezdtem a kis rivizli kapálással, és azóta a medgyet szedjük. 9-10 óra körül szoktam elaludni, és 5 órára van állítva az ébresztőm. A szállással pedig biciklivel tudok átjönni ide, ezt is Roland biztosította. És egyébként gyönyörű település Tiszadob, úgyhogy nagyon jó helyen van itt. Isteni minden! Három napja már nálad kalandorkodik egy kalandor. Milyen tapasztalataid vannak vele kapcsolatban? Első alkalommal vagyunk ebben a programban benne, mint fogadó gazdák itt Tiszadobon. A tapasztalatom az csak pozitív, meglepően jól viselkedik és jól bírja a kiképzést. És milyen feladatai voltak? Első nap, amikor megérkezett, akkor egy óra múlva, amikor átöltözött, már kint kapált a fekete ribizlibe. Az szörnyű volt. Nagyon fájt a hátam, ugye rögtön egy nehéz munka, kint a napon le is égtem. Másnap meg a megyrázó gép után a fent maradt megy szemeket a fáról szedte vödörbe, így rásegített a gépi munkára. Szeretem az én korosztályomnak is megmutatni, meg a magyar társadalom minden tagjának, hogyha van rá lehetőség, hogy az a gyümölcs, az a termék, ami az ő asztalukra kerül, az milyen áron, milyen kinkeselve szenvedéssel, vagy szép dolgokon keresztül jut az asztalra. Ez a gazdaság, ez Tiszadobon található, egy családi gazdaság, saját tulajdonú földterületen 150 hektáron gyümölcskertészettel foglalkozunk, termelünk fekete ribizlit, cseresznyét, medgyet, őszi barackot, akkor alma, körte és dió. És mi az a munkádban, abban az életformában, az, amit te legjobban szeretsz? Hát azt, hogy nem vagyok kötött, szabadnak érzem magam, bár sok mindent el kell végezni, mint vállalkozó, sok irányba univerzálisnak kell lennem. Jövőre is részt vennél a Vidék Kaland programban fogadógazdaként? Én úgy gondolom, hogy részt fogok venni, hogyha lesz rá lehetőség. 2 hét múlva egyszerre 2 fiatal értelmiségi fog jönni meg Budapestről.